Köszöntöm a Sportkett című műsorunk nézőit itt a regionális televízióban, mert tudják, hogy a sportot nem elég csinálni, néha beszélgetni is kell róla. Rutinos vendégem ma Nagy Gábor és a Moson-Magyaróvári Vízisport Egyesület vezetői. Elsőként Németh Henriette, a sárkányhajó szakosztály vezetője, és ahogy említettem, Nagy Gábor, köszöntelek benneteket a műsorban. Elkezdődött egy új év, 2012-ben is számos és sok változás nálatok. Én azért mondom, hogy számos és sok, mert mindenféleképpen óriási horderejű az, hogy egy olyan projektbe vágtatok bele, amelyhez nem akármilyen lelki erő és nem akármilyen szaktudás szükséges. Most, hogy mire is gondolok, azt remélem elmondod a nézőknek. Így van, köszöntöm a tévénézőket is. Immáron harmadik éve folyamatosan csináljuk ezt a sérült gyerekekkel való foglalkozást. Ez a sérült gyerekek alatt azt jelenti, hogy autisztikus... Autisztikus gyermekekben sérült gyerekezőkről van szó, illetve felnőttekről. Itt a Reménység Alapítványra együtt közöttünk egy együttműködési megállapodást, és ők támogatják a gyerekeknek az integrációját a sportban, bővebben inkább az evezésben. A gyerekeket heti egy-két edzésen hozzuk le a csónakházba, illetve télen a tornaterembe, és ott edzünk velük, ugyanúgy együtt az egészséges társaikkal edzenek ezek a gyerekek, tehát a gyerekeink, mi evezőseink is elfogadják őket, és megtanulják őket elfogadni, illetve segítik az edzésekben, illetve együtt mozognak, együtt dolgoznak. Ugyanúgy mind vízen is kint az evezős hajóban, egy két pár evezős, illetve négy pár evezős csapathajókban visszük ezeket a gyerekeket, és ott is segítőik vannak az evezőseink közül. Mindig más gyerek, aki vállalkozik és segít az edzések lebonyolításában. Tehát ha jól értem szavaidat, három éve már gyakorlatilag van ilyen munka, viszont idéntől lesz ez egy hivatalos együttműködés keretében az alapítvánnyal együtt. Nem. Ez is már több évre vissza, de ez folyamatosan évről évre ez újul, és minél több gyereket szeretnénk beintegrálni ebbe a sportágba. Úgyhogy most már elértük azt, hogy 6-7 gyerek kipróbálhatta, csinálja az evezést, illetve most már minél többen járnak versenyre. No, azt mondtad, hogy együtt edzetek, együtt vannak a hátrányosabb helyzetű növendékek a teljes versenyzőiddel. Mégis milyen speciális edzés munkára vannak ők rászorulva, illetve mennyire tudják ők tolerálni az épp kajakosok, kenusoknak a hozzáállását? Mindenképpen tudják ők tolerálni, illetve örülnek is a segítségnek. Vízen ugye ezek a gyerekek, a mieink ezek egészséges gyerkőcök tartják az egyensúlyt, és próbálják a hibáikat javítani, ugyanúgy, mint ahogy egy felnőttben ül a hajóban mindig velük. Úgyhogy mi, vagy a feleségem, aki általában tartja az edzéseiket, vagy én jó magam, és együtt edzünk, tehát együtt vagyunk kint vízen. Együtt evezünk. Mennyivel több odafigyelés kell a részletekről, tehát vagy kell-e valamilyen speciális képesítés, vagy odafigyelés? Képesítés nem is kell, de speciális, de odafigyelés mindenképpen. Ezekkel a gyerekekkel azért nem úgy kell foglalkozni, mint egy kis egészséges 11-12 éves gyerekekkel. Ennek a koordinációjuk nagyon labilis. A mozgás koordináció, az evezésben ugye egy hosszú, folyamatos evezésről beszélünk, ezért ez nagyon nehéz elsajátítani. Annak ellenére egész ügyesen meg tudják most már ezeket a technikai elemeket csinálni, illetve ergométeren ugye először megtanítottuk őket, és aztán utána vittük ki őket vízre. Léteznek-e az ő számukra versenyek? Természetesen. Ugyanúgy, mint ergométeres verseny is, ebben az évben is már kettőn voltunk, illetve majd az országos bajnokság majd márciusban lesz, illetve a vízi versenyek is léteznek, egy évben 3-4 ilyen verseny van a vidékbajnokságon, a Budapest bajnokságon, az Óvárkupán mi csinálunk ilyen futamokat, illetve pedig az országos bajnokság keretében is vannak ilyen futamok. Vannak-e statisztikáid, adataid arról, hogy a Moson-Magyaróvári hátrányos helyzetű sérült versenyzők az országos átlaghoz képest hogyan teljesítenek ilyen versenyeken? A statisztika az nincsen, de az evezőseim nagyon jók, nagyon jól helytállnak. A versenyeken ergométeren is szép eredményeket érnek most már el. Illetve kiemelném közülük Balogh Tamást, aki
Most már nemzetközi szintű eredményeket is érhetne el, hogyha tudnánk találni mellé olyan párt, akivel esetleg nemzetközi porondra is tudnánk lépni. De egyelőre még felnővőben vannak ezek a sérült fiatalok, és tehát ő egyelőre felnőtt, aki olyan eredményt tud most már felmutatni, mint ergométeren, mint vizen, hogy meg tudná állni a nemzetközi vizeken is a helyt tudná állni. Illetve hát ő most már el tudjuk mondani, hogy 6-szoros magyar bajnok. Tehát mint vizen, mint ergométeren. 2012-re mik a legfontosabb céljaitok itt az autisztikus sérültekért alapítvánnyal közösen? Tehát mi az, amit el kellene érni az idén? Esetleg még egy-két-három gyerkőcöt tudnánk fogadni, és tudnánk integrálni az evezésbe. Ez lenne a fő lényegünk, hogy még lányokat inkább. Tehát fióink vannak most már 4-5-en, illetve egy kislányunk van a Ineszke. Ő mellé kellene mindenképpen találni még lányokat, akik hajlandóak lennének az evezést kipróbálni. És akár sárkányhajózhatnának is? Akár sárkányhajózhatnának is természetesen. Ezt van példa különben, tehát van erre példa. Egy évben egyszer nyílt napokon szoktuk őket sárkányoztatni, illetve a motorcsónakos egyesülettel együtt összesegítünk egymásnak, és akkor így ők még motorcsónakázni vízik a gyerekeket. Henni meg türelmesen megvárta, hogy itt a Gabóval perceket beszélgetünk erről a témáról. A sárkányhajós szakosztályt vezeted. Mióta van a vízisport egyesületen belül ez a sárkányhajós szakosztály, és miért gondoltátok úgy, hogy ennek egy külön szakosztályt érdemes nyitni? Tehát sárkányhajók már 5-6 éve vannak az egyesületnél, de maga a szakosztály harmadik évét kezdi meg, amiben versenyzünk, és országos versenyeken veszünk részt. Na azért, hogy a sárkányhajó ugye nem az egy tűzokádó valami ül egy csónak elején, hanem ez mitől sárkányhajó? Hát 12,5 méter hosszú ez a hajó, 20 fő fér el benne, elől van egy dobos, aki adja a ritmust, és hátul pedig egy kormányos. Hát a sárkányhajó fel van díszítve elől egy fejjel, hátul egy farokkal, tehát ez adja meg a látványt. Ha jól értem, vagy hogy látom is, akkor ez inkább azért persze a sportértékén túl egyfajta csapatkovácsoló összetartó, ugye ilyen is lehet. Ez egy igazi rekreációs sport, tehát szabadidejében végzik az emberek, összekovácsolja az aktivákat, munkahelyeken, baráti társaságokat. Tehát na és Moson-Magyaróváron hány sárkányhajó van, illetve hány sárkányhajó csapat van? 3 sárkányhajó van már az egyesület tulajdonában, csapat. Az Óvári Sárkányok néven fut a mi csapatunk, de 2-3 csapatot ki tudunk állítani versenyeken. Nagyon aktívan részt vesz a versenyeken a Fogelnotnak a csapata is, ők céges kategóriában indulnak. A mi csapatunk most már ki tud állítani egy komplett férfi csapatot, egy nőit és egy mix csapatot is a versenyeken. Mennyire elfogadott sportág az evezős szakágon belül ez a sárkányhajózás ma Magyarországon? Hát egyre népszerűbb lesz most már országos szinten, nemzetközi szinten is, már világbajnokságok, Európa-bajnokságok is vannak, de rengeteg városban van már csapat, és ezeken a országos versenyeken összemérjük erőinket. Milyen eredményekkel? Hát tavaly nagyon eredményes volt a csapatunk, a Magyar Kajakkenu Szövetség által szervezett rócson keretén belül majdnem minden versenyről éremmel jöttünk haza, és idén az alapozó egy évadot elkezdtük, tehát itt télen, és most hétvégén vettünk részt egy versenyen, ami nagyon rendkívüli, mert ilyenen még nem vettünk részt, egy medencében történő verseny. Itt a erőnlétet kellett összemérni nagyon, hogy ki hogy áll most a téli alapozásban. Továbbra is nehezen tudom elképzelni a medencés sárkányhajózást, ez hogyan néz ki a gyakorlatban, mert az érdekes. Hát a gyakorlatban, tehát egy 25 méteres úszómedencében elhelyeztek egy sárkányhajót, amiben
egymással szemben ült 3-3 pár a csapatokból, középen ki voltak hagyva az ülések, és mint egy kötélhúzó verseny, úgy kell ezt elképzelni, mindegyik csapat rajtjára elkezd tiszta erőből húzni, és akkor aki erősebb, az eltolja a másikat, és egy 2,5 méteres távolságra kell egy percen belül eltolni az ellenfelet, és akkor eldől. Ez jó lehet. Ezt lehetne modellezni otthoni kádakban nagyon méretű bármilyen vízisportot. No, 2012-ben mik lesznek a legfontosabb versenyeitek? Hát hasonlóan részt szeretnénk venni a szövetségek által szervezett versenyeken, mint az előző évben. Hát inkább a régiónkban szeretnénk részt venni, Győrben, Velencei tavon, Fehérváron, Budapesten, tehát messzebbre már nem vállalkozunk el utazni. És a nemzetközi verseny, ugye említetted, hogy már van belőle világbajnokság, Európa-bajnokság. Hát ezen mi még nem veszünk részt, de nyomon követjük. Mert hogy még messze van szakmailag, vagy hát bonyolult szakmailag bajutni, messze, vagy költséges? Meg hát az már egy élsportolói szint. De lehet cél? Tehát kitűzhettek akár ilyen célt is magatokban? Hát ha lesz egy ilyen lelkes résztvevője a csapatunknak, mert ez már egy válogatott szint, akkor esetleg be is kerülhet a válogatottba. Mert hogy létezik magyar sárkányhajó válogatott. Igen, is. Igen. Hát köszönöm szépen, hogy elmondtad a részleteket a sárkányhajó szakosztályról. Gabó, hozzád visszafordulva, milyen egyéb teendőitek vannak még azon kívül, hogy a sárkány szakosztály működik? Ha jól tudom, toborzó is kezdődött ezekben a napokban, illetve milyen fontos versenyeitek lesznek még az elkövetkezendő időszakban? Így van. István, új kollégámmal, Istvánnal, nagyon nagy toborzó. Salga Istvánnal, így van. Hamarosan vendég lesz a műsornak. Nem akartam. Bezárva, igen. Előre inni a medve bőrére. Nagyon nagy toborzásba kerültünk, de hát arra majd fog bővebben egy kicsit beszélni. Még minden iskolát meg fogunk látogatni, és mindenképpen szeretnénk, ha a kajakkenu szakosztályba majd minél több gyerkőc érkezne, és minél többen sportolnának. Ezen kívül az evezősöknek lesznek még téli felkészülésen alapján egy ilyen ergométeres országos bajnokságok, mint a serdülőtől felnőttig, illetve az utánpótlásnak is, tehát a miniseknek is. Ezen kívül egy érdekes versenyen fogunk mi is részt venni. Első ízben rendezik meg az Evező Szövetség a több próba versenyt ezeknek a kisgyerekeknek, amiben különböző koordinációs futó és erősségtől felmérő lesz a lényege. És ezen kívül pedig, ami hát nem távoli még, de áprilisban szeretnénk és ezzel nyitni a szezont, egy nyílt evezős, illetve kajakkenus, sárkányhajós nyílt napot szeretnénk szervezni, ahol is meg fogunk hívni különböző sportágakból, tehát az evezésből, a kajakkenuból, illetve a sárkányhajóból világbajnok olimpikonokat, és velük majd itt lehet beszélgetni, előadást vannak tartani a saját sportágukról, illetve itt az olimpia előtt azért mindenképpen egy kicsit apropója is lesz ennek a dolognak, és talán lehet, hogy gyerekek még esetleg hajóba is tudnak velük ülni, egy hajóba. Henni, köszönöm neked, hogy itt voltál. Gáborral pedig folytatjuk a szünet után, és csatlakozik hozzánk Salga István világbajnok sportoló is. A nézőknek azt mondom, hogy tartsanak velünk a reklám után is. Köszöntöm újra a nézőket, ez a Sportkedd, a Moson-Magyaróvári regionális televízió műsorán. Nagy Gábor, illetve a Moson-Magyaróvári vízisport egyesület legújabb szakedzője, Salga István, korábbi világbajnok, Európa-bajnok, kajakos a műsorunk vendége. Nagy megtiszteltetés, ez mondhatom, hogy felnőtt világbajnoka még nem volt a Sportkeddnek. Hát mi szélhozott Moson-Magyaróvárra? Vagy milyen víz? Hát a víz inkább. Meg hát a kedves invitálás. Úgy kerültem Moson-Magyaróvárra, hogy a Takács Laci, aki itt a Moson-Magyaróvári Egyesületben
kenus edzőként funkcionált. Tehát kajakém szakosztálynak ő volt ugye a felelős. Igen, igen. Ő keresett meg azzal, hogy ő neki nagyon sok elfoglaltsága alakult az elmúlt időszakban, és hogy volna kedvem eljönni ide edzősködni. Hát én persze révén, hogy most már 38. életében taposom, már nem csak a sportban gondolkodom, hanem mint edzőként is szerettem volna tevékenykedni, és hát így a kettőt összehoztuk. Tehát így került Salga István Moson-Magyaróvára. Esetleg Moson-Magyaróváron is laksz? Nem. Tehát más városból jársz egyenlőre. Győrből járok. Idehozánk. Azt mondtam a tévénézőnek, hogy bemutatunk téged egy kicsit részletesebben, mesélnél le hát nagyon gazdag pályafutásod legszebb részeiről néhány dolgot. Hát 10 évesen kezdtem el a vízisporttal foglalkozni, előtte judósként tevékenykedtem édesapám révén. 10 évesen viszont egyik osztálytársam említette, hogy ő kajakozik. Aztán meg is beszéltük, hogy egy szeptemberi szép napfényes délután lemegyünk együtt a csónakházba, a győri csónakházba, csak aztán őnek nem sikerült előjönnie. Így aztán egyedül lementem a csónakházba, és hát megkerestem az első edzőnek tűnő embert, aki éppen a Stanyi Zoli személyében ott állt a csónakház közepén, egy nagy darab emberről révén szó, olimpiai ezüstérmes kajakos, aki éppen akkor kenus edzőként funkcionált, micsoda párhuzam. És gyakorlatilag a Zoli kérdezte tőlem, hogy hát nem akarok-e inkább kenúzni a kajakozás helyett. Aztán olyannyira sikerült meggyőznie, hogy 10 percen belül gyakorlatilag vízen voltam egy hetes kenúban, és ott húztuk együtt a társaimmal a hajót. Így kezdődött, és aztán kiderült előbb-utóbb, hogy tehetséged is van ehhez a sporthoz, hiszen az eredmények aztán az edződet meg téged igazoltak. Ugye 4-szeres Európa-bajnok vagy, 1-szeres világbajnok vagy. Igen. Hogyan kötöttél ki a maratoni szakág mellett, és még nem lett 500 ezer méteres, 1500-as vagy 2000 méteren van? Ugye 500 ezer és 2000, 200 méter. 500 ezer és 200 méter van. Igen. Így a legutóbbi időkben. Ez a 200 ezer elég friss hozomány. Melyik az olimpiai? Hát most már az 500 kiesett, az 1000 méter és a 200 méter a két szélsőség maradt, idézőjelbe. Hát az a helyzet, hogy az én izomrostjaim, az én felépítésem, testfelépítéseim, izomfelépítésem az nem alkalmas igazán a 200 méterre, így hát maradt az 1000 méter. 1000 méteren én rendre próbálkozom jelenleg is, viszont Magyarországon nagyon erős a hazai mezőny. Nemzetközi szinten is nagyon szép eredményei vannak a kajakkenu sportnak. És hát nagyon sokszor voltam úgy, hogy akár verseny nyerve, akár második, harmadik, negyedik helyeket szerezve nem sikerült bekerülnem, beverekednem magam az olimpiai csapatba. Így aztán hát maradt a maraton, ami egyébként mindig is az én szívügyem volt. Mindig inkább a hosszabb távokon voltam sikeresebb, és hát ez így végig is kísérte a pályafutásomat. Ugye azt mondják, hogy a kajakkenu az a sport, ami tud fájni, a maratoni ezen belül meg nagyon tud fájni, úgyhogy minden elismerésem. 99, 2001, 2003, 2007, ezek voltak a nagyszerű évek. Melyikre emlékszel vissza a legszívesebben? Hát természetesen a legelsőre. 99-ben, még ezt nem is beszéltük, de 99-ben Győrben rendezték a maratoni kajakkenu világbajnokságot. Az első olyan verseny volt itt a megyében, ami hát a mi egyesületünk, az akkori egyesületemnek az életében egy elég nagy előrelépés volt, és izgatottan készült rá mindenki, úgy a szakvezetés, úgy én magam, mint sportoló, illetve az edzőm, őnek is ez egy debütálás volt. És hát a pályafutásomban is elérkeztünk egy olyan pontra, hogy most már ki kell tűzni egy olyan célt, ami elérhető, és elérhető kell, hogy legyen a 99-es világbajnokságon. Egészen pontosan 96-ban került köztünk témává ez, hogy a 99-es világbajnokságon érmet kell, hogy szerezzek, és annak megfelelően álltunk is neki a munkának. És hát hála Istennek sikerült is összehozni ezt az eredményt, egy ezüstéremmel tudtam ezt honorálni. Mindenki nagyon örült neki. Egy kicsit így utólag úgy gondolom, hogy ha magasabb célt tűzünk ki, tehát nem csak azt, hogy dobogó, hanem azt, hogy akár nyerés,
akkor lehet, hogy még azt is meg lehetett volna oldani. Egy fél hajón belül értünk célba gyakorlatilag az akkori hétszeres maratoni világbajnok sztárral, Ivan Lawlerrel együtt a célba. Tényleg azon múlt az, hogy fejben ki az, aki elhiszi, hogy ki tud győzni a végén. Viszont 2003-ban párosban ugye világbajnokok lettetek, az is gondolom egy nagyon fontos emlék a számodra. Igen. Hát ugye az egyest követően, hogy mondjam, keresett versenyző lettem a sportágon belül a maratonisták között, és Jánbor Attila, aki egyébként amúgy már 98-ban és 99-ben is szerzett világbajnoki címet, ő megkeresett engem azzal a céllal, hogy üljünk össze egy párosba. Aztán ez olyan annyira jól sikerült, hogy gyakorlatilag az első összeülésünkre megnyertük a hazai válogatóversenyt, a második összeülésre meg a hazai Európa-bajnokságot Győrben, úgyhogy tényleg jól sikerült. Aztán 2003-ban, két évvel később sikerült megkoronázni a pályafutásomat ezzel a világbajnoki arannyal. Annyi tapasztalat van mögötted, és annyi élmény, hogy gondolom a mosonmagyaróvári srácok majd sokat fognak kapni belőle, de mi az, amit még profitálhat a tapasztalaton túl az István tudásából a mosonmagyaróvári vízisport egyesület? De mindenképpen azt szeretnénk, hogy a kajakkenó szakágunk is fejlődjön, tehát úgy, mintha István által szakmailag, illetve minél többen jöjjenek le a gyerekek, minél több gyerek ismerje meg a kajakkenó sportot, ez mosonmagyaróvári is környékén. Illetve hát nem az utolsó célunk, itt most az István januártól az egyesületünk leigazolt versenyzője, tehát reményünk szerint jövőre mosonmagyaróvári színekben esetleg világbajnoki résztvevő is lesz 2012-ben vagy 2013-ban. Hol lesz akkor a világbajnokság? Vagy, és akkor megkérdezem, hogy olimpia nem jött szóba már? Hát van egy nagyszerű párom, egy fel annyi idős srác, mint én. Úgy hívják, hogy Zeiner Benyámin, Pesten készül. Tavaly ővel mentem páros maratoni távon, és hatodikak lettünk a világbajnokságon. Már az akkori edzőm, Borsodi Géza is fölfigyelt rá, illetve magára az egységre az, hogy milyen jól összepasszolunk a korkülönbség ellenére. És Géza tavaly egy ilyet bogarat beletett a fülembe, hogy hát figyelj Pisti, ki kéne próbálni ezt a párost 1000 méteren is. Tavaly erre már nem volt időnk, hiszen a világbajnokságra tudtunk fölkészülni. Ez október közepe környékén volt, és akkor utána már nem rendeznek 1000 méteres versenyeket. Úgyhogy idén mindenképpen oda fogunk állni az 1000 méteres olimpiai válogatóra, és szeretnénk megcibálni a jelenlegi sztároknak a bajszait. Erre van esély? Persze. Mikor lesz és hol? Mikor lett? Hát az első versenyünk, ami igazán fontos, az május 5-én, 6-án és 7-én zajlik majd Szegeden az olimpiai központban. Úgy néz ki a válogatási elvidén, hogy gyakorlatilag minden az 1000 párosban fog eldőlni az 1000 méteres távon. 1000 párosban dől el maga az 1000 páros számnak az indulója, illetve lesz majd még egy második válogatóverseny is, illetve a második, hetedik helyen végzett párosokból összeállításra kerül egy 1004-es csapathajó, és úgy gondolom, hogy ha a páros nem jön össze, akkor a második, hetedik helyre biztos, hogy oda fogunk érni. Én nagyjából a dobogó környékre, sőt dobogóra várom magunkat. Ha tényleg úgy alakul, akkor akár még nyerési esélyünk is lehet. Ugye egy idő után ki fog rajzolódni az, hogy ki az, aki vállalja, vagy ki az, aki szeretne négyesben indulni az olimpián, és lehet, hogy lesz olyan versenyző, aki inkább a négyest fogja preferálni, mint a párost. Lehet, hogy éppen így kiesnek előlünk, és így akár oda is lehet érni. Ez mindenféleképpen nagy tervek, akár álomkategória is, bár nagyon közelinek tűnik. Kanyarodjunk vissza kicsit ide hozzánk, mégiscsak ezt tudom megfogni, vagy hát közelebb gondolni. Ha jól tudom, meg Gabó meg utalt rá, hogy elkezdtetek egy intenzív toborzást. Te mennyire veszel ebben részt, és ha voltál így konkrétan valahol iskolában, mit szóltak hozzá, hogy világbajnok jött oda az iskolába? Igen, hát tehát gőzerővel járjuk a általános iskolákat, 4., 5., 6. osztályokat itt Mosonmagyaróváron,
Minden osztályban ketten jelölünk meg a Gáborral együtt. Gábor egy kicsit bemutatja az egyesületi életet, egy pár szót mond az egyesületről, bemutat engem, mint versenyzőt, illetve mint új edzőt. Én meg szépen elmondom magamról, hogy ki vagyok, mi vagyok, honnan jöttem. Az eredményeimet szoktam elmondani a gyerekeknek, csillogó szemekkel szoktam találkozni. Nagyon sok pozitív visszajelzést kapok, és hát nekem is ez egy energiabomba, az, hogy így tudok találkozni olyan gyerekekkel, akiket eddig nem tudtunk elérni, sem a média által, sem másmilyen formában. Úgyhogy én is nagyon élvezem ezt a turnét, úgymond egy toborzó turnét. Most a jelen pillanatban a közepén tartunk ennek a toborzásnak, és hát nagyon remélem, hogy a gyerekek és a szülők úgy fognak dönteni, hogy igenis ki kell használni Mosonmajóvár adottságait, mégpedig azt, hogy nagyon szép, gyönyörű környezetben tudnak a gyermekek, srácok, akár a szüleik is sportolni a csónakházunkban. Bármilyen, ez a célja egyébként az egyesületnek, hogy bármilyen vízi eszközben ők lássanak fantáziát, és ki tudjuk őket szolgálni, akár beszéljünk kajakról, akár kenúról, akár sárkányhajóról, akár evezésről. Mindenféle formában ők meg tudják ott méretni magukat, kikapcsolódni a dolgos hétköznapok során. Úgyhogy nem csak a gyerekekre vagyunk úgymond kihegyezve, természetesen szeretnénk egy nagyon széles utánpótlás bázist kialakítani itt Mosonmagyaróváron, és szeretnénk minimum 30-40 gyereket, akik kajakozással, kenuzással töltik a szabad idejüket, illetve lekötik a fölös energiáikat. Ja, azt mondják, Magyarország a megszerezhető papírok birodalma, nem elég a szaktudás kell hozzá. Igen. A hivatalos rész is, ugye a testnevelés egyetemen szereztél szakedzői képesítést. Milyen részekben fogsz beleszólni, vagy milyen részekre fogsz ráhatni te a vízisport egyesületen belül? Hát így az egyesületen belül megállapodtunk, hogy hozzám kerül ugye a kajaknú, azzal együtt a sárkányhajó szakág is, és gyakorlatilag ez a két-három terület lesz az én gazdám, vagy én leszek a gazdája, fordítva. De a lényeg az, hogy én úgy gondolom, hogy oda-vissza tudunk kölcsönösen egymásnak segíteni. Jelen pillanatban is például most éppen edzést tartok, csak nem úgy néz ki, az evezős fiúknak. Tehát megosztjuk a feladatokat ugye egymás között, és tényleg úgy gondolom, hogy ez az egyesület, ez nekem nagyon szimpatikus, egy ilyen családi vállalkozásnak tűnik, egy gazdasági alapokon működő családi vállalkozás, ahol minden a helyén van. Mindenki tudja, hogy kinek mi a feladata, és mindenkinek meg is van a feladata, és ez nagyon fontos. És hogy már említetted, hogy minek látod a közösséget, mennyire sikerült megismerni a versenyzőket, és az itteni versenyzők, ugye akik főleg gyerekek, viszont vannak köztük már válogatott kerettagok és kiváló magyar bajnokok, mennyire látták, vagy látják meg benned a példaképet? Igen, hát amikor kiderült az, hogy én ide kerülök Mosonmagyaróvárra, az első utam az mindjárt a Mosonmagyaróvári Egyesületnek az évadzáró bankettjére vezetett, és ezen a banketten azt vettem észre, hogy egy hatalmas étterem meg volt tömve emberekkel, fiatalokkal, idősekkel, középkorosztállyal, mindenkivel. Mindenki természetesen még nem ismerek a csónakházból, de azon vagyok, hogy tényleg mindenkivel megismerkedjem. Nyilván, amikor kisüt a nap, majd szép idő lesz, most tudom, hogy ez kicsit nehéz elképzelni, jelenleg időjárásban, de ez is el fog jönni. Biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan le fognak jönni a régiek közül is a csónakházba, és hát ott nyilván erre alkalmunk lesz. Megnézelek téged, hogy dolgozik egy világbajnok. Akár engem is, akár a csoportot, tényleg várunk mindenkit szeretettel. Adja magát a kérdés, hogy ugye egyrészt edzőként fogsz itt tevékenykedni, másrészt versenyzőként. Ez hogyan fér majd bele az idődbe? Tehát melyik lesz a fontosabb, hogy most akkor megvenni ez a világbajnoki cím, esetleg olimpia, vagy a srácok, vagy kell egyáltalán sorrendet tartanunk? Szerintem nem kell sorrendet tartani. Én úgy gondolom, hogy mind a kettő bele kell, hogy férjen az életembe, és bele is fér. Eddig is, amíg, tehát úgymond csak a versenyzéssel kellett volna foglalatoskodnom, ehelyett én elvégeztem különféle iskolákat, például a testnevelési egyetemet, aztán
mindamellett nekem van egy faipari technikus végzettségem is, úgyhogy elég, szóval szeretek tanulni is, illetve szeretni talán nem szerettem, de az túlzás, hogy szerettem, de tudtam, hogy ez kell. Ki tudja azt, hogy mit hoz az élet a sport után, és épp ezért szerettem volna magamat bebiztosítani olyan dolgokban, amik érdekelnek. És a kajakkenúban mindegyik egy kicsit beletartozik. Ugye maga a fás szakma, ugye régebben falapátok voltak, falhajók voltak, hát most már a műanyag az kiölt ezt sajnos, már csak elvétve találkozni fa dolgokkal, akár az evezős hajókban, akár a kajakokban, kenúban. Pedig hát gyönyörűek egy falhajó, hát az muzsikál, az nem olyan, mint egy műanyag hajó. De lényeg az, hogy összeegyeztethető mindenképpen az edzősködés és a versenyzés is, hiszen mind a kettő gyakorlatilag egytőről fakad. És úgy gondolom, hogy most már annyi tapasztalatom van, annyi tudásom bennem, hogy ezt kötelességem átadni a fiatalságnak. Évről évre a Mosonmagyaróvár Vízisport Egyesület a legeredményesebb klubja egyesület a városnak, ugye ezt elmondhatjuk. Hát nagyon reményem, hogy folytatódik is. Minden év végén fölteszed magadnak a kérdést, hogy hogyan lehetne tovább, hogyan lehetne még jobban előrébb jutni. Hát körülbelül így, hogy igazolunk egy olyan szaktekintét, úgymond, aki előrébb vihet szakmailag és eredményügyileg is bennünket. Hát 2012-nek talán ez egyik legnagyobb felelősség lesz, hogy akár Mosonmagyaróvári felnőtt világbajnok is köszönhessünk. Így van, hát reméljük, hogy István, mint versenyző, mint edzőként megtalálja itt Mosonmagyaróváron helyét, és ez a kis város ad neki annyit, hogy sok-sok évünk keresztül még tudjon itt velünk együtt dolgozni. Legyen így, várlak vissza bármikor benneteket, amikor hozzátok a jó híreket, meg ha a rosszakat is, aztról is szívesen beszélgetünk, de ilyen ne legyen, minél többen hát, a toborzók után kössenek ki a csónakházban, lenne a Mosony Duna partján. Köszönöm Nagy Gábornak, Salga Istvánnak és Németh Henriettének, a Mosonmagyaróvár Vízisport Egyesület képviselőinek, hogy itt voltak. Önöknek, hogy megnéztek bennünket, mert tudják, a sportot nem csak csinálni kell, hanem néha beszélgetni, és valahogy ismerjük a hátterét is mondjuk. Találkozunk a következő Sportkedben is, viszontlátásra!